Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 38. heti adását látják a UPC Ongai és Felső Zsolcai kábelhálózatán. Hamarosan kezdődik a Közelkép, televíziónk heti hír és esemény összefoglaló magazinja. Tartsanak velünk! Elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonja. A Felső Zsolca 5 mérkőzés után veretlen, sőt a Magyar Kupa küzdelmeiben az országos főtáblára jutott. A nyári felkészülésről, a csapatban történő változásokról, az utánpótlásról és a jövőbeli célokról a csapat vezetőedzője nyilatkozott a Zsolca TV kamerája előtt. A felkészülés nagyon fontos, függetlenül attól, hogy nyári vagy téli idényről van szó, mert megalapozza egy idény egész bajnokságát. A nyári felkészülés az most is elég változatos volt. Azt gondolom, hogy sok új érkező volt, sokan elmentek. Úgyhogy egy egészen mondhatni új csapatot kellett építeni. Azt gondolom, hogy a felkészülés alatt az edzőmérkőzéseket és az edzéseket megcsináltuk maximálisan, felkészültünk a bajnoki szezonra, és hál' Istennek a kupamérkőzésen is sikerült a főtáblára kerülni, ami fontos volt számunkra. Úgyhogy úgy gondolom, amit elterveztünk, azt megcsináltuk. Jelentős változásokat eszközölt a labdarúgó szövetség idén nyáron az utánpótlásban. Másféle karakterű játékosokat akartam én is egyet-kettőt leigazolni, úgyhogy ez volt a változás fő oka, úgymond. Aztán volt még itt egy-két olyan elmenő, akire mi nem számítottunk, azt is pótolnunk kellett, közben kevesebben is lettünk, mint mi, amire számítottunk. Úgyhogy igazából posztra is igazoltunk 2-3 játékost, amit szerettünk volna mindenféleképpen megtenni. Az amatőr labdarúgók fenntartása is jelentős kiadással jár egy hivatásos sportszervezetnek. Az idei év áttörés lehet ez ügyben, amikor ugyanis egyre több játékos kerülhet ki az ifi csapatból. Bízok benne, hogy azért egyre több olyan játékos fog már kijönni onnan, ami miatt majd esetleg nem kell lesz igazolni, és ez az a legjobb persze az egyesületnek is, meg a legolcsóbb is, azt kell, hogy mondjam, hogyha a saját utánpótlásából tudja feltölteni a keretét. Én azt gondolom, hogy azért most is van 2-3 játékos, akire lehet számítani. Úgy gondolom, hogy talán itt egy zsolcai összefogás jobban megérne már. Nem szeretnénk. Most jelenleg úgy vagyunk, hogy mindenhol úgymond idézőjelben licenszer rendelkező edzőnk van minden korosztályén. Én azt gondolom, hogy talán a zsolcai részen kellene olyan régi játékosoknak, edzőknek talán bekapcsolódni ebbe a vérkeringésbe, hogy még jobb utánpótlást tudjunk képezni. Az amatőr labdarúgók fenntartása is jelentős kiadással jár a hivatásos sportszervezeteknek. Az idei év áttörés lehet ezügyben, amikor ugyanis egyre több játékos kerülhet ki az ifi csapatból. 120 zöld és sárga szék került felszerelésre a sportpálya lelátójára. A sport szabályainak eleget téve a modernizálás keretei között. A klub szeretné a minél komfortosabb szurkolást lehetővé tenni a futballrajongóinak. A mi egyesületünknek van egy olyan lehetősége, mint sok más egyesületnek, hogy a TAO-s fejlesztési programba tudunk szerepelni. Ott mi igényeltünk műanyag székeket, 200 darab műanyag széket. Nyilván azért is, hogy a lelátókör egy kicsit dizájnosabb legyen, kicsit modernebb legyen, nyilván azért is, mert magasabb osztályban amúgy már meg is követelik, hogy műanyag székek legyenek. Úgyhogy ezt az önkormányzat önrészével és a GAMESZ-nak ugye a szakmai felszerelésével, meg a kivitelezésével tudjuk mi mindig úgymond a sporttelepet csinosítani. Azt tudni kell, hogy a sporttelep ugye nem a miénk, hanem az önkormányzati. Az önkormányzat használatban az, hogy az egyesületnek, és az volt a megegyezés, amit mi meg tudunk oldani és el tudunk érni fejlesztés gyanánt, ugye az az önkormányzatnak, meg a városnak is egy fejlesztése, mert ugye az nem fog innen elszaladni, ha az itt marad a zsolcaiaknak, függetlenül attól, hogy esetleg az egyesülettől mi van. Úgyhogy ha a körbenéztek, esetleg alumínium kapukat vásároltunk a TAO-s programból, talán azt hiszem, hogy két 7x2-est, 5x2-est, akkor ami nincs is betéve, még hüvelyes, új kapukat vásároltunk, hálókat, akkor elvileg még nem jöttek meg, de labdafogó hálók is vannak a kapuk mögé, műanyagszékek, és akkor szépen lassan szeretnénk majd haladni erre, hogy minél komfortosabbak legyenek, jobban mondom, komfortosabb legyen majd a nézők meg mindenki számára, aki kijön
és ugye a Steelers is itt játszik, tehát azt is meg kell említeni. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a javát fogja szolgálni. Szeretnénk az első háromba benne lenni, ha az úgy alakul, hogy meg tudjuk nyerni, akkor szeretnénk megnyerni, de azért egy Sajó Bábony nagyon jó kezdett, jól erősített, ők is megszedték nyerni, és hát itt van egy Ózd, aki ugye Pestről költöztetett le nem tudom hány játékost, hogy Urbán Flóriákat mindenkit a szakmai stábban, meg utánpótlásban, meg mindenhova felemeltek, úgyhogy ők is eddig 100%-osok, komolyan kell számolni velük. Ott van egy Edelény, aki megint egy fekete ló éppen, hogy fog tudni kijönni a mérkőzésekből, szerintem ő is az első háromba, és ugye ott van egy Mádis, aki megint ugyanott az első háromba vándos, úgyhogy nagyon nehéz lesz. És mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy elsők legyünk. Igazából egy labdarúgó független attól, hogy a mozgás öröme, a játék szeretete, vagy a biztos cél tudatában jár a labdarúgó edzésekre. Az FASC csapata, egy titkos esélyes a tabellán, az arany vagy a dobogó a cél. A második világháború után először tartottak családi összejövetelt a Bárcaiak. Az 1200-as évekig visszanyúló családfa ma élő tagjai a világ minden tájáról gyűltek össze a hétvégén Magyarországon. A több mint 110 fős családi találkozó egyik állomása a Zsolcai Bárcai kastély látogatása volt. Egy régi hagyománynak a megújítása, csak sokkal nehezebb ma, mint azelőtt volt. Ez egy nagyon-nagyon régi honfoglaló család. Tehát, és kis létszámú, soha nem terjedt nagyon szélesre, és mindig ismerték egymást is, összetartottak, és az volt a szokás, hogy minden évben összejött mindenki, aki csak tudott, de hát akkor könnyebb volt, mert kastélyaik voltak, hol az egyiknél, hol a másiknál, napokra a vendégül tudták látni, el is szállásolni, hiszen ugye kocsikkal, lóhától, stb. Jöttek, egész családostól is összetartó volt mindig a család. Na hát a háború természetesen, kitelepítések, emigrációk, stb. Szétszórták a családot, és soha nem volt már meg az a lehetőség, hogy össze lehessen fogni. Tudtunk egymásról, tehát mindig számon tartottuk, hogy ki hol van, Amerikába, külföldre, Angliába, Németországba kijutottak, akik itt maradtak, azok is szétszórottak, szinte mindenkit kitelepítettek, csak különböző helyekre. A szervezés abból indult ki, hogy édesapám 2004-ben akart egy családi találkozót rendezni, mert akkor volt 800 éves a család. Akkor volt, 1204-ben volt az első említés a családról. Sajnos eltörte a combnyaktörése volt, és ő már nem tudta megcsinálni, de megkért, hogy ezt azért egyszer hozzam össze. Hát egy kicsit eltartott, de most sikerült összehozni a családot. Tulajdonképpen nem volt hely, hogy hova tudjuk összehívni, és el se tudtuk képzelni, hogy főleg miután a nagy rész az nem Magyarországon van ma már, és ráadásul generációk is cserélődtek, hogy van-e ennek valamilyen olyan hatása, hogy sok embert megmozgat. Hát az unoka testvérem, aki ugyan ő is Bécsben él, de ő aztán hazaköltözött, és az Abolykéri Bárcai kastélyt vették meg, és ott is vannak. Hát ott már van hely. Ennek következtében egyszer arról beszéltünk, hogy meg kéne próbáljuk összehozni egy bárcai találkozót, mindenkit, akiről tudunk, és nem csak aki a nevet viseli, hanem aki anyai oldalon, mert ma már nagyon kevesen, fiúk különösen nagyon kevés van, aki a nevet tovább viszi, és összeszedtük a címeket, ő csinálta elsősorban, neki nagy gyakorlata van rendezvényekben, mert Bécsben is a Magyar Bált mindig össze, 21 nagy éven keresztül ő szervezte a Magyar Bált, mindenkit fölkeresett írásosan, akkor egymásnak szóltunk, és ennek kapcsán egy döbbenetes nagy szám jött ki, mert 110-en jelentkeztek vissza, hogy ők bizony ide eljönnének. Hát én már sokszor voltam itt, 61-ben kezdtem visszajárni, mikor egyetemista voltam, mindig akartam visszajönni, a rokonaim miatt, nagymamám miatt főleg. Azt hiszem 61-től kezdve minden második vagy harmadik évben jöttem, de ilyen még nem volt, ilyen nagy bárcai találkozó, hát ez fantasztikus. És azelőtt felkészülve erre, én elolvastam rengeteg családi anyagot, önéletrajzokat, meg mindenféle dokumentumot tanulmányoztam, és aztán írtam egy olyan kis hatoldalas, rövid családtörténetet az én családomnak, a saját lányaimnak, akik nem tudnak magyarul, de hogy mégis tudjanak valamit az őseikről, és őket érdekli is, és azért vannak itt. Család úgy tartja, hogy minden bárcai okos.
Ezt nem tudom cáfolni. Én magam nevemet tekintve, én nem Bárcai vagyok, hanem Patai Géza, viszont az elmúlt évszázadok során 4 házasság kötetett a két család között, és Bárcai lányok kerültek a családba, úgyhogy szerintem a jelenlévőkhöz képest lehet, hogy néhány igazi bárcainál több bárcai vér folyik az ereimben. Jöttek Amerikából, Norvégiából, Görögországból, Németországból, körülbelül így. Hát nem vagyunk most itt 110-en, mert van, aki holnap csatlakozik hozzánk, de ez egy 3 napos jamboli, hogy így mondjam. És ennek az elsődleges dolga, hogy személyesen is megismerkedjünk egymással, másrészt végigjárjuk azokat a helyeket, ahol a család valamikor élt és alkot. Hát nem mindent tudunk, mert a Tisza mellett is voltak bárcaiak, oda nem tudunk elmenni ennyi idő alatt, de itt ugye Abaújba, nagy, meg Borsodba, itt nagyon több bárcai kastély van, bárcai hely van, ezeket meglátogatjuk, és vasárnap pedig fölmegyünk Bárcára, Kassa elővárosából, 4 bárcai kastély van, azt is megnézzük, és úgy fogunk eltávozni. Véletlen folytán megvásároltuk az Abaújkéri bárcai kastélyt. Abaújkért 1483-ban kapta a család Mátyás királytól, és ott kaptunk pallosjogot. És 1700, ott építettek egy kis épületet, valószínűleg tárgyalásokra, vagy ilyesmire, az itteni műemlékvédelemnek ez volt a véleménye, és 1752-ben építettek egy kis kúriát. És ez árverésre került, és ezt édesapám megvásárolta. Ennek a hagyománynak a felújítása, egymás megismerése, és megnézni azt, hogy hol éltek az emberek, vagy a őseink, és van, aki jószerével most hallja igazán azt, hogy valamikor ez egy alkotó család volt, akiről bizony iskola szobrai vannak, iskolák vannak elnevezve, a történelem lapjain ott vannak, Rákóczi szabadsághoz 48-49-ben minden férfi török háborúban részt vettek, tehát ennek értelmében hát van is miért büszkének lenni, arra, hogy így hívják ők bennünket. Hát, és akkor ne csak a szüleitől hallják, hanem lássák is meg a helyszínen, hogy ez így volt. A csodálatos család kora középkortól egészen 1945-ig az épületük magukért beszélnek, a hírességek magukért beszélnek a családban, az egyházi vonal is nagyon erős volt. Büszkék vagyunk rájuk, mint pataiak, és hát összetartunk. Bárcai Éva vagyok, 1948-ban ment ki a családom politikai okok miatt, Amerikába kerültünk, és ott nőttem fel, akkor én 8 éves voltam, amikor kimentünk, és New Jersey államba kerültünk, ott elég nehéz időkön mentünk keresztül, de aztán végre a családom helyre jött. Én és a két öcsém mindhárman egyetemet végeztünk. Én még doktorátusi címet is megszereztem irodalomból. És később, hát tulajdonképpen a foglalkozásom média elemző vagyok, szóval... Igen, szóval tanulmányoztak az egész világnak a médiáját, hogy mit írnak Magyarországról, mik a belső médiák, mit írnak erről, meg arról Franciaországban, meg mindenütt. Én Magyarországgal kezdtem a 80-as években még, úgyhogy tudtam elég jól, hogy mi történik itt Magyarországon. És aztán később Franciaországról, meg Németországról is írtam. A férjem amerikai, van 2 lányom, 3 unokám, a lányaim és 2 unokám is itt vannak a találkozón, a bárcai találkozón. Hát én Helyő Csabában születtem, a mi águnk főleg ott volt. Ott születtem, gyerekkoromban ott voltam, később Ausztriába kerültem, szüleim 56-ban kimentek Ausztriába, ott érettségiztem, ott tanultam művészettörténetet, és ott írtam a disszertációmat. Aztán a műemlékvédelemnél dolgoztam,
férhez mentem egy magyar orvoshoz Bécsbe, és aztán később az ő rendelőjébe dolgoztam. Nem tudtam, hogy milyen lesz, de olyan sokat tanulok, és olyan jók ezek az előadók, akik magyaráznak sok mindent, nem csak a bárcai családról, hanem az egész erről a területről, Felső Zsolszáról és Miskolcról, és az egész. Szóval minden pillanatban tanulok valamit, és aztán megismerek valakit a családból, akit csak a családfáról ismertem. Szóval nagyon élvezzük, és még az unokáim is elég jól viselkednek, úgyhogy 9 és 3 évesek, és remélem a 9 éveset ragad valami az egészből. Ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy a apátokat, nagyapátokat, nekem apám van, nekik nagyapám, őket láthatjátok, engem már nem fogtok látni. Én róla már nem fognak elnevezni semmit, de mondom a nagyapáról, dédapáról, és hát ezekről igen. Csodálatos érzés itt Felső Zsolcán lenni. Én őszintén szólva csak képről láttam ezt az épületet is, nem tudtam, hogy ekkora is ilyen. És az, hogy ez a város így őrzi a múltját, és ilyen szépen mutatja meg a múltját az ide látogatóknak, most éppen nekünk, ez egészen elképesztő, és jövőt tekintve én ide barátokkal, társaságokkal bizony fogok jönni, mert ez egy olyan kulturális, történelmi szolgáltatás, ami párját ritkítja. Úgyhogy gratulálok és köszönjük. Én ugye járok ide sűrűn, bocsánatot kérek, nagy, hát döbbenetes érzés, és hát tudom, hát itt visszamenőkig, tehát a építéstől kezdve az őseim éltek itt, hát abból kérve pláne is. Ez nagyon érdekes, oda, amikor a unokatestvérem megvette is, ugye hát először szálltunk, életemben akkor aludtam ott először, az az érzésem volt, hogy én otthon vagyok. Tehát kíváncsi voltam, hogy benne van az ember zsigereiben, hogy itt van 1000 évig a család visszamenői laktak. Itt laktak, ezen a helyen, itt. Ha előtte lévő ház, akkor abban a házban, de ez is nagyon régi. És az volt az embernek az érzése. Jó, mondom, bennem, mert apámtól annyira közvetlenül hallottam meg minden, de a gyerekeim, akik lényegesen később születtek, és nem is nagyon sokat találkoztak sajnos a nagyapjukkal, mert hamar meghalt, egyszer elhoztam őket, itt aludtak, és egyszer csak nézem, nem találom a fiamat. Hol van? Hát a fiam egyedül kint sétál a kertbe, és boklászik, egyedül néz. És mondom, mit csinál? Te azt mondja, én azt mondja, nem tudom elhinni. Hát, mintha mindig itt lettem. Én annyira otthon érzem magam. Hát ő benne is, ezek szerint benne van az, hogy ezen a területen az összes fölmenője gyakorlatilag itt élt. Érdekes. Pedig az ember már kételkedve fogadja ezt, de én is megéltem, és ők, nekik ezt nem mondtam, és magától mondta, hogy te, mintha nem először lennék itt, hanem én otthon érzem magam. Kedves nézőink! Önök a Közelkép Televíziónk heti közéleti magazin műsorának 38. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseit megtekinthetik a legnagyobb videó megosztó portálon, kövessék munkánkat a Facebookon, töltsék le mobil alkalmazásainkat. Én a műsorkészítő kollégáim nevében megtisztelő figyelmüket köszönöm, további szép hetet kívánok Önöknek, viszontlátásra!